A magyar történelem meghatározó része volt a politikai élet folyamatos alakulása, változása. Úgy nem is volt igazán értékelhető, nagy figyelemmel követhető a honatyák tevékenysége, ha a hazai sajtótermékek nem kezdik el megörökíteni a legdurvább botrányokat, eseményeket, amik a magyar politika történetet kellőképpen beárnyékolták, vagy épp sokszínűvé tették. Ebben a videóban most ezeket a helyzeteket gyűjtöttem össze. Tartsatok velem! Az árvák pénze. Kossuth Lajos politikai karriere kezdetén még Zempén vármegyében vállalt feladatot az árvaszéki bizottmány élén, frissen végzett jogászként 1831-ben. Az elhunyt Revicki Tamás toronyi borpincéjében fel kellett mérnie a borkészletet, az értékét fel kellett becsültetnie, és azokat el kellett adnia, hogy a szerzett pénzt Revicki árván maradt gyerekeinek adhassa. Az örökség ellenértékét azonban Kossuth Lajos nem adta át, közel egy hónapig magánál tartotta. A Zemplén vármegyei közgyűlés a megmaradt borokat lefoglalta, az ifjú jogászt a hatásköre túllépésével, olcsó vételár kialkudásával és késedelmes fizetéssel vádolták. Kossuth úgy úszta meg a börtönt, hogy az eddig eladott borok teljes vételárát ki tudta fizetni. A zsebkendő szavazás. A dualizmuskori magyar országgyűlésben gyakori eszköze volt az ellenzéki képviselőknek, hogy a kormánypárt tevékenységét obstrukcióval, vagyis a parlamentben zajló érdemi munka szándékos akadályozásával igyekezték ellehetetleníteni. Mivel a magyar országgyűlés házszabályzata nem korlátozta például a felszólalások idejét, így előfordult, hogy rekordokat döntő ellenzéki felszólalásokat intéztek azért, hogy a kormánypárti képviselők érdemben képtelenek legyenek arra reagálni, illetve elhalasszák az ellenzéki képviselők számára nem tetsző törvényjavaslat megszavazásának időpontját. Maga az obstrukció szó azt is jelenti, hogy áltevékenység, vagyis a képviselő tette nem egy valós érdeket valósít meg, hanem a munkát akadályozza. Tisza István miniszterelnök 1904 őszén intézett egy levelet az ugrai választóknak, amiben szorgalmazta egy házszabálymódosítás végrehajtását, amivel letörhetnék az obstrukciót a parlamentben. Már a házszabály módosítása miatt a magyar ellenzék az országgyűlésben megkezdte az obstrukciót. Daniel Gábor, a kormánypárt, a szabadelvű párt nevében határozati javaslatot terjesztett elő 1904. november 15-én, ami ideiglenes házszabályokat tartalmazott. E határozati javaslat szerint a törvényhozó javaslatokat nem lehetett hosszú felszólalásokkal elhúzni, és a nyíltan obstrukciót elkövető képviselőket a karhatalom kivezethette volna az ülésteremből. Tisza emellett az évenkénti újonc megajánlás és a költségvetés elfogadásának ügyére vonatkozóan is egy párhuzamos ülés megtartását indítványozta. Ez azt jelentette, hogy a képviselőknek három ügyben kellett aznap szavaznia. November 18-án került sor az ülésre, amin ezekről szó esett. Tisza István tartott egy rövid kortes beszédet, majd Perczel Dezső házelnök megsértette a házszabályt azzal, hogy csendben rendelt el azonnali szavazást Daniel Gábor javaslatáról, majd elkezdett meglengetni egy zsebkendőt. A korszakban a szavazás úgy zajlott, hogy aki felállt a helyéről, az igennel szavazott. Amikor a házelnök a kendőt lengette, az ellenzéki képviselők kíváncsiságukban felálltak a helyükről, hogy lássák, mit csinál. Perczel házelnök így kijelentette a házszabály módosítás elfogadását. A dühös ellenzékiek hangzavara közepette felolvasott egy királyi kéziratot, és december 13-ig elnapolta az ülésszakot. A dühös ellenzéki képviselők december 13-án előbb bementek az ülésterembe, és annak butorzatát összetörték, hogy ne lehessen folytatni a munkát az országgyűlésben. A kiérkező karhatalmi erőkre a törött bútordarabokkal néhány képviselő rá is támadt. A merénylet. Tisza István miniszterelnök, mikor első miniszterelnökségét követően házelnöki pozícióban éppen benn dolgozott 1912-ben az országgyűlés üléstermében, két nappal azután, hogy erőszakosan elfogadtatta az ellenzékkel a véderőtörvényt és a feldődött ellenzékieket kitessékelte a gyűlésről, Kovács Gyula, az egyik kitiltott ellenzéki képviselő, az újságírói karzatról leugorva előrántotta a revolverét és elkiáltotta magát. Van még itt egy ellenzéki.
A három leadott lövés mind célt tévesztett, és az ülésterem faburkolatán megvannak még a nyomai. Kovács Gyula ezután fejbe lőtte saját magát, de az öngyilkossága sikertelen volt. Túlélte. Az esküdtszék megállapította, hogy Kovács Gyula képviselő nem volt beszámítható állapotban, mikor rálőtt Tiszára, így felmentették minden vád alól. A frank hamisítási botrány. Az első világháborút Magyarország vesztesként fejezte be. A trianoni békediktátum aláírását követően a hazai politika erőteljesen hangsúlyozta a revízió megvalósításának kiharcolását. A hazai közvéleményben időnként felbukkant Franciaország, mint a békediktátum egyedüli felelőse, a magyar nemzet ellensége. Néhány katonatiszt, közéleti személy, politikus viszont úgy döntött, hogy a trianoni békediktátum miatt kiszúr a franciákkal oly módon, hogy a revíziót hamis frank nyomtatásával propagálták, a törekvést ezzel kívánták finanszírozni. Az anyagi támogatás mellett furcsa módon így akarták a francia gazdaságot is gyengíteni, és ezzel egyúttal befolyásolni a csehszlovák választásokat. A hamis frankok gyártásába 1922-ben kezdtek bele a Budapesti Állami Térképészeti Intézet épületében, ami a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt állt. Az előállításhoz szükséges gépeket, eszközöket Németországból, Ausztriából hozták. A mohóság természetesen úgy öltött méreteket, hogy az elkövetők a legnagyobb címletet, az 1000 frankost kezdték el gyártani, amiből 30 ezer darab kékes rózsaszín változatot nyomtattak. Ebből csupán 4000 volt jó minőségű munka. A baki az volt ezekkel a bankjegyekkel, hogy a mintázata és a színezete egy ugyan akkoriban valóban forgalomban levő minta volt, de azokat csak 1842-től gyártották, és a kék rózsaszín változata 1890-től került forgalomba, tehát nem egy aktuális mintázat alapján készültek az 1000 frankosok, ráadásul a metszett mély nyomást, a vékony francia papírt, a vízjeleket és a többszínű nyomtatást nem tudták leutánozni tökéletesen. A hamis bankjegyek, még a jobb állapotúak is elég silány minőségűek voltak, ezért nem hazai berkekben, de nem is Franciaországban, hanem Hollandiában és Olaszországban kívánták beváltani. Erre a célra szerveztek be fiatal embereket, akik ezt megoldhatnák. 1925. december 14-én bukott le Jankovics Arisztid, aki egy huszárezredes volt. Hollandiában akarta beváltani a nála levő 1000 frankosát egy bankban. Arisztid vélhetően tévedésből adta oda a hamis bankjegyet, mivel eredetileg két férfinak kellett volna a nála levő hamis frankot átadni. Társaival együtt letartóztatták, a holland rendőrség elfogta a nála levő több billió hamis frankkal együtt. Az egyik hiba, amit elkövetett, hogy a pénz beváltását megelőző napokat részletesen megörökítette naplójában, amiben beszámolt a terveiről és a társairól is. Az ügy kitudódását követően Hollandiában és Olaszországban sorra buktak le a magyar pénzhamisítók és cinkos társai. Az ügyben őrizetbe került Windisch Grész Lajos herceg, illetve Nádasi Imre rendőrfőkapitány, Rába Dezső, Windisch Grész herceg komornyikja és a térképészeti intézet több munkatársa is, élükön Gerő László őrnaggyal. Az ügybe belekeveredett Rakowski Iván belügyminiszter, a szál egészen Bethlen István miniszterelnökig és Teleki Pál volt miniszterelnökig jutott, akik ugyan közvetlenül nem voltak érintettek az ügyben, de végig tudtak az egész pénzhamisítós akcióról, amit a botrány körüli időszakban készült jegyzeteik, írásaik árultak el. A bíróság előtt az elkövetők hazafias tettnek vallották, amit műveltek. Ez bizonyos fokig enyhített a bírósági ítéleten. Windisch Grész herceg szanatóriumban és szállodában töltötte le a 4 évi börtönbüntetését. Az ő társa volt ebben Arthur Schulze, aki viszont rövidesen elhunyt. Nádosi Imre rendőrfőkapitány 3,5 évet kapott, de Horthy Miklós kormányzói kegyelemben részesítette, így előbb szabadulhatott. Franciaország központi bankja, a Banque de France az egész ügyért kárpótlásul csak 1 frankot kért. Boldogfai Farkas Tibor, Zala megyei nemzetgyűlési képviselő egy olyan javaslattal állt elő, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságot fel kell hatalmazni olyan jogkörrel, amivel kihallgathatnak frankbotrányban érintett képviselőket és szükség esetén kényszerítő eszközzel kivallathassák őket, illetve ítélkezhessenek felettük. 1926. márciusában a nemzetgyűlés túlnyomó többsége leszavazta az indítványt. A Pató Pál párt. 1989. február 10-én alakult meg a Pató Pál asztaltársaság Százhalombattán, ami a később megalakult baráti társaságokból összeverődött Oblomov társasággal közösen alkották meg az alappilléreit, a rendszerváltás utáni Magyarország első viccpártjának, a Pató Pál pártnak, ami 1999. január 1-én jött létre.
saját magát szatirikus pártként értelmezte, ami a pártávállás sikertelenségét hivatott reprezentálni, pontosabban egyszerű paródiája lett a korszak politikai pártjainak. A legfelsőbb bíróság a Bera István elnök által vezetett párt alapszabályát demoralizálónak tartotta ugyanakkor, és meglehetősen destruktívnak, közösségellenesnek. Névadója a kisnemes Pató Pál, akit Petőfi Sándor a saját költeményében is megörökített a semmittevés és a lustaság mintapéldájaként. Egyik legfontosabb célja a lustálkodási jog kiharcolása volt. Az országban több Pató Pál szobrot és a munkamánia áldozatainak emlékkövét is felavatták. A politikai élet egyenesen nevetségesnek találta a párt létezését, míg az értelmiségi körök egyenesen kedvelték találó humora miatt a szervezetet, hiszen görbetükröt állított a magyar politikai életnek. Szellemiségét a magyar kétfarkú kutyapárt is továbbvitte. A taxis blokád. Antal József miniszterelnök kormánya 1990. október 25-én délután a kuvaiti invázió által történt olajár világpiaci emelkedése és a szovjet olaj akadozása miatt 65%-os benzinár emelkedést jelentett be, amivel 56 forintra nőtt a benzin literenkénti ára. A magyar kormány a rendszerváltás utáni új, már piaci áron vásárolható üzemanyag hiánya miatt volt főleg kénytelen meghozni a döntést. Magyarországnak a bejelentés napján mindössze 3-4 napra elegendő olajtartaléka volt, és el akarták kerülni, hogy az emberek alacsonyabb áron felvásárolják azt a benzinkutakon. Bot Péter Ákos, közgazdasági miniszter javasolta egyedül, hogy az áremelkedést a botrány elkerülése miatt érdemes lenne két lépcsős formában megvalósítani, azonban politikus társai ezt leszavazták, mert tudták, hogy ezzel hiány fog fellépni, ami a magyar gazdaságra nézve végzetes is lehet. Antal József napokkal az áremelés bejelentése előtt lett megműtve non-Hodgkin limfóma miatt, így az esemény során az akadályoztatott helyzete nem tette lehetővé az események tükrében a cselekvést. Horváth Balázs belügyminiszterre hárult a feladat, hogy a feldühödött taxisok és fuvarosok megmozdulását kezelje. Október 25-én este a taxisok a parlament elé vonultak, és a döntés visszavonását követelték, mert a megélhetésük került veszélybe. Siklós Csaba közlekedésügyi miniszter kijelentette előttük, hogy erre nincs lehetőség, mert a gazdaság veszélybe kerül, az ország egy kényszerhelyzetbe esett. Október 26-án reggel a taxisok a fővárosban és az ország több pontján megbénították járműveikkel a közlekedést, blokádot hoztak létre, amin keresztül csak megkülönböztetett jelzéssel rendelkező járművek, tehát rendőrautók, mentők, tűzoltók és az országot elhagyó szovjet csapatok közlekedhettek. A blokád, mivel nem bejelentett esemény volt, hanem spontán szerveződés, ezért a polgári engedetlenség miatt a taxisok felelősségre vonhatók lettek volna az akkori törvénykezés szerint. Ugyanakkor az Antal kormány október 28-ára megállapodott arról, hogy az érintett sérelmezők literenkénti 12 forintos kompenzációt kapnak, vagyis a taxisok, fuvarozók számára az üzemanyaghatósági áron volt onnantól vásárolható, a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árának szabad árasra változtatásáig. Ennek az eseménynek volt egyenesági következménye, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök a blokádon politikai előnyt és népszerűséget szerezve beterjesztett egy törvényjavaslatot az országgyűlés elé a közkegyelemről. A törvény érvénybe léptetésével az állam lemondott a taxisok felelősségre vonásáról, és innentől a köztársasági elnök büntettek egész kategóriáira kiterjedő kegyelmet adhatott akárkinek. A söjtöri ebéd. Medgyessy Péter és kormánya 2003. október 18-án kihelyezett kormányülést tartott a Zala megyei Söjtörön Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. A Magyar Igazság és Élet pártja, vagyis a MIÉP tüntetés szervezett a helyszínre. Szimpatizánsaival a frissen felújított Deák emlékháznál megdobálták tojással a miniszterelnököt, aki a beszédét nem tudta befejezni. A ház fala is kapott a tojászáporból. Az ellenzéki jobboldalivá váló Fidesz kampányt indítva igyekezte támadni az eseményt, és az MSZP és az SZDSZ politikusait luxus életet élő, urizáló honatyákként igyekezték feltüntetni. A botrányt azzal erősítették, hogy kiszivárgott a söjtöri kormányülés teljes költsége, ami akkor 2,4 millió forintba került. Ebből csak 734 ezer forintba került az ebéd 100 fő részére, amit Budapestről szállítottak le a Mágnás kert étteremből. Az ebéd fogásai a következők voltak. Mandulával töltött angolna, pácolt fogasfilé és fokhagymás parajjal tekert harcsa, erdei gombaleves kakukkfüves vathúsgombóccal,
házias borjú sült pirított borjúmájjal, Rigó Jancsi, gesztenye kupola, diós holdacska. Az őszödi beszéd. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2006. május 26-án, alig egy hónappal a választási győzelme után, az MSZP zárt frakcióülésén Balaton Öszödön mondott egy záró beszédet, aminek hangfelvétele kiszivárgott a médiában szeptember 17-én. Ez alapján kiderült, hogy a záró beszéd elmondása után hirdette meg programját a miniszterelnök, ami nem volt összhangban azzal, amit a zárt frakcióülésen mondott el pártársainak. A legmegbotránkoztatóbb mondat a következő volt. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. A felvétel nyilvánosságra kerülésével bizalmi válság lett úrrá a magyar közéleten. Budapesten, de az ország több nagyvárosában is tüntetéssorozatok vették kezdetüket. Számos magyar közéleti személyiség, magyar és külföldi politikus is követelte Gyurcsány Ferenc lemondását. Ennek hatására ostromolták meg a tüntetők szeptember 19-én virradó éjszaka az MTV székházat, majd az október 1-én tartott önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP képviselői nyertek a legtöbb helyen, ezzel pedig erőteljes kampány vette kezdetét azért, hogy az akkori ellenzék számára illegitimnek tartott miniszterelnököt lemondásra késztessék. 2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc fővárosi megemlékezése mellett véres zavargás vette kezdetét, amiben összecsaptak a rendőrök a kormányellenes tüntetőkkel. Az utcán elszabadult pokol közepette még egy T-34-es harckocsit is működésre bírtak. A rendszerváltást követően kialakult harmadik kormányválság hatására 2009-ben Gyurcsány Ferenc lemondott. Plágium. Megválasztásával Schmidt Pál a magyar nyelv ápolásának fontosságát tűzte zászlajára. A Magyar Nyelvért díj megalapításával számos kritika érte a köztársasági elnököt, mivel, mint kiderült, Schmidt Pál több általa írt dokumentumán helyesírási hibákat találtak. Számos törvényjavaslatot fogadott el, alkotmányos és politikai vétójogával egyszer sem élt. 2012-ben a HVG hírportál megjelentetett egy cikket, amiben megfogalmazott egy plágium vádat a köztársasági elnök ellen, aki 1992-ben írt doktori disszertációjának 217 oldalából 201-et szóról-szóra változtatás nélkül magyarul írt le egy eredeti francia szövegből, és valamennyi ábra, táblázat is az eredeti francia nyelvű értekezésből származott. A Semmelweis Egyetem doktori tanácsa kezdeményezésére az egyetemi szenátus visszavonta doktori címét, majd 2012. április 2-án lemondott. A G-nap. A 2015-ben a nyilvánosság számára is egyértelművé vált, hogy a régi barátságra visszavezethető kapcsolata Orbán Viktor miniszterelnöknek és Simicska Lajos üzletembernek jelentős mértékben megromlott. A nézeteltérést az okozhatta, hogy az Orbán kormány reklámadót vezetett be, ami Simicska média cégeit is sújtotta, amik korábban reklámozási tevékenység mellett kormánypárti tartalmakat állítottak elő. A nézeteltérés csúcspontja az volt, amikor az Index és a 24.hu hírportál újságíróinak Simicska Lajos trágár szavakkal illette a magyar miniszterelnök személyét 2015. február 6-án, amit az üzletember által használt kifejezés után G-napnak is neveznek. Bajás Zsoltra azt mondta, hogy geci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Az is geci. A bicskei pedofil botrány. 2024. február 2-án látott napvilágot Kaufmann Balázs a 444 újságírójának cikke alapján az a tény, hogy Novák Katalin, Magyarország első női köztársasági elnöke, Ferenc pápa Magyarországra látogatására hivatkozva még 2023-ban kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon igazgató helyettesét, aki az intézmény pedofília miatt perbe fogott igazgatóját fedezte, és az egyik bántalmazott gyerekkel hamis vallomást is akart aláíratni. A köztársasági elnök tanácsadói sorra lemondtak, miután Novák Katalin nem adott arra magyarázatot, hogy miért adott kegyelmet a férfinak. A fokozódó botrány hatására megszakította külföldi útját, és 2024. február 10-én lemondott, beismerve azt, hogy hibázott. Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, mivel országgyűlési képviselőként ellenjegyezte a köztársasági elnök kegyelmét, ezért politikai felelősséget vállalva
lemondott képviselői mandátumáról és az EP lista vezetéséről, és úgy döntött, hogy visszavonul a közélettől. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz el fel a csatornára, kövess el minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!